Pilinszki mondta egyszer, a művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. Ismét úton vagyok a Kalotaszeg feletti hegyekből Székelyföldre. Csíkszereda és Balánbánya lesz a következő állomás a harmadik médiatábor. Miközben járom a járatlan utakat, a hidegségbe is el fogok jutni, és hamarosan Ismét bevágok nektek néhány percet a dévai muskóci rádió adásaiból. Kicsit gondolatébresztőnek. De addig is, amíg úton vagyok Erdély bugyraiban, mert közben rögzítek nektek mindent, amit tudok, hogy hamarosan ezeket is megoszthassam veletek, hát ha inspirálni fog néhányatokat, mert nem csak Csíkszeredára és Balánbányára fog most elmenni ezen a hétvégén, hanem különleges, igen, különleges családokhoz is el fogok jutni a semmi közepén. Ők nem csak beszélnek, hanem tesznek is. Viszont ismét jöttek kérdések irányomba, amikre most röviden, valamennyire röviden megpróbálok válaszolni. Az első kérdés, ha jól emlékszem, így szólt: Frici, te milyen tulajdonságokat, jellemvonásokat tisztelsz az emberekben? Mi az, ami miatt fel tudsz nézni rájuk, valakikre? Nos. Ha nem csak pofázik, hanem meglépi azt, amitől fél. Én ezt a tulajdonságot tisztelem nagyon az emberekben. Sokan kérdezik, hogy mi a számomra az otthon. Ezt kérem szépen, nekem ez az otthon. Ugyancsak sokan kérdezik, hogy mi hiányzik az életemből. Írták többen, hogy az semmi az nem egy jó válasz. Hogy mi hiányzik? A pénz jobb áramlása. Voltak olyan kérések is, hogy ha újra mit csinálnék másképp. Uh, milyen tanácsot adnék a 20 évvel ezelőtt jön magamnak. Ez is egy jó kérdés. 20 évvel ezelőtt, akkor most 30 lennék, hogyha jól számolok. Egy másik kultúrában kipróbálnám a nem, Ez nem vicc. De zárójelben. Jó gyakorlat lenne a kulturális és a morális dolgok szétválásához ez a több egy más kultúrában, mert itt Európában sajnos még a kőbaltás erődeink szintjén vagyunk, ebben a témában legalábbis szerintem. Azt is kérdezhetek, hogy mi a legfontosabb felismerés, amit a világ különböző részén élve tanultam meg. Ahány ember, annyi világ, ezt tudjuk, és pont emiatt a legnagyobb tragédia az szerintem legalábbis. Hogy alig vannak olyanok, akik a saját útjukat merik járni, és megnek ezzel együtt hibázni is. Csodaszámba megy egy ha egyszer egy igazi beszélgetésnek vagyok a tanulja. Mert sajnos többnyire csak elbeszélünk egymás mellett, legalábbis én ezt tapasztalom, és alig vannak, akik merik bevállalni a fájdalmas tanulást, az igazi tanulást. És még azt is, hogy ők, amiben hisznek, amit tudni vélnek, az bizony csak egy kis árnyéka, egy felfoghatatlan tükröződésre annak, amit éreznek. De csak vég nélkül papolnak róla legtöbben erről. Addig ismerek olyan embert, aki kimondja néha, hogy nem tudom például. Ma mindenki minden tud, de ezt már sokszor mondtam a felületeimben, illetve sokszor írtam, pedig aki megsejti azt, amit, az bizony mélységes csömbben marad. De rájön arra, hogy hiába beszél a vakoknak a színekről, Ilyen egyszerű. És azt is megtanultam, hogy bárhol is járok, a hírvívőt mindig lelövik. Ugye? Egyébként meg a saját kultúránkat kellene megérteni, ahová leszületünk, de legtöbben ott maradnak, ahova menekülnek a kihívások elől. Hát a nyugatra. Alig látok olyanokat, akik visszajönnek, és bevállalják, hogy nem a langy meleg fosban fejezik be az életüket, miközben nosztálgiázva rinyálnak, a telefonban több ezer kilométerről a földieiknek, és többnyire magas lóról megmagyarázva az élet értelmét azoknak, akik hazáigban maradtak, és végigcsinálják azt, amit. Volt olyan kérdés is, hogy mi a legfontosabb felismerés, amit az utóbbi években itt Erdélyben tapasztaltam. Tanítani, gyermekeket nemzeni, közösséget építeni, a legjobbnak lenni, és talán a legfontosabb felismerés, legalábbis nekem, számomra, az, hogy az erdélyi aktuális politikai és egyházi hajlongós, akolmeleg, maffia jellegű kapcsolatokon átnézni, átlépni, hagyni őket a kis világokban, a kis játszmáikban, mert a lényeg az, hogy a még el nem rontott fiatalokat segítsük a szabadságok megőrzésébe. Új formákat kellene létrehozni, a régieket pedig hagyni a régieknek. Na, jó kis paradoxon, mi? Azt is hogy szerintem mi teszi az embert emberré? Hát a beszéd képessége. És hogy nemet tudjunk mondani a hamisságra, akár az életünk árán is. Ott olyan is, hogy szerintem mi szükséges a talpomradáshoz, vagy a gödörből való kilávoláshoz. A lelki erő. Ahhoz pedig a tisztánlátás. Meg tudás. És hogy tudjunk szeretni önmagunkat is. De erről is már sokszor szóltam. A legvégén pedig felismerni azt, hogy a teremtő legnagyobb találmánya a halál. A körforgás misztériuma. Ahogy arról olyan szépen beszélt Gőte. Minden mozgásban van, minden változik. Mi emberek tudunk változtatni, ha akarunk. Ezt pedig a legtöbben nem is hiszik el. Kérdeztétek, hogy vannak helyrehozhatatlan rossz döntések is az életben? Persze. Vannak. Egy hölgy kérdezte, hogy a mindenem megvan, de semmim sincs, amit sokszor előhozok, milyen életre szóló lemondásokat feltételez? Hát semmiet. A lemondás számomra az, ha mindenem megvan. De mivel, hogy nincs, ezért nem mondtam le semmiről. Volt olyan is, hogy mit jelent szabadnak, függetlennek lenni nekem. Boldogságot. Nekem. Ehhez kapcsolódnak jött az a kérdés, hogy lehet ennek a hátterében menekülés? A felelősségvállalás elkerülése? Hát, ha van elég önismeret, akkor a válasz mindenkinek világos lesz. Szerintem. Kérdeztétek, hogy én mit szeretnék igazán? Mit keresek? Mitől vagyok? Elégedett? Vagy lennék elégedett? Hát én a nagybetűs embereket keresem, hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni, és ahogy azt mondta valaki anno, ha összegyűltök a nevemben, pont, pont, pont. Nos, én sokféle gyülekezőt láttam már az életemben, de ezek többnyire elbuktak, mert pont annak az egynek a neve hiányzott az összejöveteleken. Ha benne megszületett az, amit mindenki keres, akkor már elégedett az ember, szerintem. És ha az ilyenek összejönnek, ezek az emberek, akkor következik az épülés, az építés, és esetleg a hegyek megmozgatása is. És az utolsó kérdés az volt, hogy van-e még dolgom ott, illetve itt, Erdélyben? Tényleg van? Azt kérdezik. Igen, van. Van dolog. Hajaj.